Üdvözöljük kedves nézőinket, akik kíváncsiak, mivel játszhatnak majd az első igazi herefőző hónapban. A magas hőmérséklet hatására egyébként kirajzanak a lenge pillangók is az utcákra, így érdemes lesz néha felkapni a fejünket a mobilok és kézi konzolok képernyőiről. Mert lesz a hónapban pár 3D-es és Vita handheld cím, és a D4 kalandjáték, azaz a Dark Dreams Don't Die is ellátogat végre PC-kre. Akik tavaly télen kihagyták volna a Far Cry 4-et, azok most majd egyben pótolhatják a Complete Editionnek köszönhetően, és a személyi számítógépes kaszabolás után már konzolokon is lehetőségünk lesz aprítani a The Elder Scrolls Online-nal, ráadásul immár havi díj nélkül. Ez azonban még csak a kezdet volt, következzenek a nagyok! A hónap elején a kegyetlenkedésé, a polgárkukkasztásé és a különböző erőszak ellenes szervezetek bosszantásáé lesz a főszerep, révbe ér a Hatred. Sokan túlliekték ezt a játékot és az ellenkező oldalra álltak mellett kitolva, pedig kérdem én, mennyivel rosszabb bosszúból fejeket szétlocsantani, tömegben robbantani vagy torkokat elmetszeni, mint a GTA-ban egy sikátorban megcsinált kurvát agyonverni? Semmivel. Az erőszak már évtizedek óta részese a médiának és a videójátékoknak is. Pszichopaták, készüljetek! Végleges verzióban is megjelenik a Double Fine Kickstarteres pénzből létrejött Cifra kis gyöngyszeme. A misztikus kehely körül bonyolódó trónok harcát idéző taktikai stratégia már csak ezen jellemzők hatására is ígéretesen fest, ráadásul vizuálisan is figyelemfelkeltő, bátor formáival és merész színvilágával. A birodalmunk kiterjesztése és családfánk terebélyesítése mellett nézeteltéréseinket is bőven lesz lehetőségünk rendezni, amihez egy körökre osztott harcrendszert kapunk. A Blizzard a hőseit küzdőtérre terelve elkészítette saját mobáját, a Heroes of the Stormot. A játék június elején véglegesen elérhetővé válik, és a free-to-play megvalósítás mellett azért dobozos verzióban is megvásárolható lesz. Az 5 rongy körüli csomaggal egy arany tigris hátasra és 5 hősre tehetjük rá mancsunkat. Már megint itt vannak a dínók a mozikban, és ha már a vásznakat ellövik, akkor a Traveller's Tales gondoskodik róla, hogy legósított formában a monitorokon, TV-képernyőkön sem maradjunk őshüllők nélkül. A LEGO Jurassic World nem csak az új mozi történetét teszi virtuálisan végigjátszhatóvá, de a korábbi trilógiát is megkapjuk a már megszokott humoros tálalásban, így a LEGO rajongóknak jó hónapjuk lesz. A csúnyácska, de rendkívül hangulatos PD2 sem kerülhette a sorsát, és néhány hónappal az őt másoló Battlefield Hardlines után megérkezik a jelenlegi generációs konzolokra átültetett szebb, jobb és mackósabb PD2 Crimewave Edition alcímmel. Full HD-s 60 FPS-es bankrablósdi az eddigi összes extra tartalommal, így Clubberrel, az ellentétes nemű bűnözővel is lehetőségünk lesz akciózni. A MotoGP játékok kapcsán évről évre megy az ígérgetés, reméljük most már végre tényleg sikerül egy a napjaink hardverejéhez és konzoljaihoz igazított látványos és élvezetes játékot összekalapálni a Milestone-nak. Három osztály száguldó paripáig közel 2 tucatnyi ismert verda és versenyző vár ránk, azonban aki maga szeretne elindulni karriert építeni, az egy saját pilóta megalkotásával ezt is megteheti majd. Idén nyáron még a Final Fantasy 14 is kibővül. A Heavensward kiegészítő hozza a szokásos elvárt tartalmi frissítéseket, azaz 60-asra emeli a szintlimitet, új dungeonokat és raideket, valamint új játszható fajt pakol a játékba, sőt még léghajókat is összetákolhatunk. A történet is kibővül, így már az 1000 éves múltra visszatekintő draveniai és isgardi ellentétek okaival is megismerkedhetünk majd. Felújításokból sosem elég, legalábbis a kiadók mindenképpen így gondolhatják, mivel a DMC után érkezik a Devil May Cry 4. részének csinosított Special Edition alcímmel ellátott kiadása is. A játék érdekessége a felhúzott Full HD és 60 FPS-es látványon felül, hogy új játékmódokra is számíthatunk, na meg 2 dögös cicust is irányíthatunk majd. A Virgil's Game-ben Trish-sel és Lady-vel is aprítatunk, így a nyomott áros játék beszerzése már is indokoltá válik.
Június és talán az egész 2015-ös nyár legnagyobb és legjobb címe a záró Batman eposz lesz. Az Arkham Knight az új konzolok teljesítményeihez igazítva rohadt jól fog kinézni, és számos érdekes játékelemmel bővül a repertoár. A hatalmasra nőtt város mellé megérkeznek a Batmanes közlekedési eszközök, a Batmobillal még harcolhatunk is, míg a közelharcok során társaink között is tudunk feltani, egyrésztről látványosan, másrésztről pedig úgy, hogy még a komboink sem fognak megszakadni. Szuperhős bunyákat előkészíteni. A hónap végén a Nintendo imádott kis zabálós Yoshinkat is elviszi abba a fonalvilágba, ahol pár évvel ezelőtt már Kirbyvel is lehetőségünk volt rendet rakni. Egy bámulatosan kreatív, ügyességi és puzzle elemekkel tarkított világ vár majd ránk, ahol a fonalakat, szövetdarabokat letéphetjük, ezzel újabb terepeket nyitva meg. Ez a csodásan mesés színes világ minden korosztályt magával fog ragadni, főleg, hogy kooperatív módban akár többen is nekieshetünk a pályák teljesítésének. Egyszerűen imádnivaló. A Sony masináira érkezik egy furcsa, bunyós crossover-szerűség, ugyanis a J-Stars Victory vs. Plus-ban megrendezik a J-Battle Festet, ami egy amolyan össznépi bunyós farokméregetésnek ígérkezik. A Naruto, a Dragon Ball, a One Piece vagy a Bleach világából érkeznek a harcosok, hogy eldöntsék, ki a legkeményebb. A megszokott háromdimenziós arénákban repkednek majd a pofonok és az energialabdák, ráadásul még valamilyen kampányt is ígérnek. Érdekesen hangzik, meglátjuk, mi lesz ez. Ezzel pedig első igazi nyárindító megjelenésekkel foglalkozó adásunknak a végére is értünk, röpke 4 hét és ismét találkozunk, addig viszont jó nyaralást és játékot kívánunk mindenkinek. Sziasztok!